Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. A felvezető alatt már tényleg elkezdtem izgulni, mert addig elég nyugodtan ültem, de hogy egy város büszke legyen, az egy kicsit így új, mert én egy orvos vagyok, akinek vannak elképzelései vagy nézetei arról, hogy mitől betegszik meg az ember, meg mitől gyógyul meg, és nem szerepelt a terveim között, hogy valaki büszke legyen, hogy hol lakom, vagy hogy jelentősen, nem tudom, jelentős befolyást gyakoroljak valamire társadalmi szinten. Ez egyszer csak megjelent a szakmai utamon ez a felkiáltója, vagy nem is tudom mi, hogy itt az idő hangsúlyozni olyan alapelveket, amik valami miatt eddig így nem kerültek igazán az egészségügyi, meg a hétköznapi tudatba, pedig nagyon fontosak orvosi nézőpontból. És így elkezdtem ezt a valamit átgondolni, írni róla, előadni róla, hirdetni minden módon. És ezt össze tudom foglalni egy mondatban, mert szeretném, hogyha ezzel a mondattal indíthatnám ezt a dolgot. És a mondat ez úgy hangzik, hogy a test a barátunk. Kiki lakik egy testben, és ha az a test megbetegszik, nem érdemes háborúzni vele. Mint ahogy egy baráttal se háborúznánk, nem kritizálnánk őt, és nem próbálnánk azonnal valamire rátéríteni, vagy rákényszeríteni, hanem lehet, hogy először leülnénk, és megbeszélnénk, hogy mi történt, hogy mi újság van, hogy érzi magát. És ennek a megértésnek a hiányában nekem az a benyomásom, de ezek nem igazságok akarnak lenni, remélem így is fogják venni tőlem, hanem az én személyes nézőpontom. Én úgy látom, hogy tömeges méretben a betegségeket úgy próbáljuk kezelni a mi társadalmunkban, hogy hiányzik belőle a megértés. Háború zajlik a betegségek ellen, küzdelem zajlik, ki akarjuk írtani, le akarjuk radírozni, meg akarunk szabadulni tőle, és tessenek megnézni, hogy mi az eredménye ennek az attitűdnek. Van-e bárki, akinek az lenne a benyomása a mi társadalmunkban, hogy egyre egészségesebbek vagyunk, hála a betegségek elleni harcnak? Nem tudom, nekem nem ez a benyomásom. De nekem csak egy olyan személyes benyomásom van általában, amit olyan emberektől kapok, akik hajlandóak velem beszélgetni. Az utóbbi időben, ugye én pszichiáter vagyok sok évig, nekem az volt a fő szakterületem, hogy az emberek miért szoronganak, miért depressziósak, miért kapnak pánikrohamot, és a több ilyen dolog, párkapcsolati nehézségeik vannak, meg családi gondjaik, meg stb. Nem tudnak aludni, meg egyebek. De azért az elmúlt években, annak köszönhetően, hogy elkezdtem a pszichoszomatiká dolgába beleállni, így gyakorlatilag olyanná vált a pacientúrán, mondjuk így, olyan emberek keresnek fel engem, akik szeretnék megérteni, hogy mi folyik a testünkben. Miért betegedtek meg, és mi közük van ehhez, ha van egyáltalán. És ez egy végtelenül élvezetes munka, kicsit detektív munka, kicsit gondolkodós, kicsit beleérzős, kicsit puzzle összerakós, de minden ilyen nagy képűség nélkül én azt merem mondani a saját praxisomban, hogy nagyon-nagyon ritkán elvétve 100-ból egyszer, ha találkozom olyan esettel, hogy egy óra vagy másfél óra elmélyült, célirányos, figyelemmel teli beszélgetésből ne derül neki az, hogy a legcifrább betegségeknek is mi köze van a lelki folyamatokhoz. Egyszerűen csak oda kell figyelni, meg kell hallani benne a részleteket. Nagyon sok ember sejti is, hogy miről van szó, sejti, hogy valami zajlik az életében, de nem elég határozott, vagy nem elég bátor, vagy lebeszéli róla egy millió dolog, hogy nem kell ezen gondolkozni, hanem ezt ki kell valahogy
onnan írtani, vagy meg kell szüntetni, vagy a tüneteket kell csillapítani, és részemről természetesen ez is rendben van. Én ezt nagyon-nagyon megértem. Valakinek fáj valami, az első dolog, hogy ki tud adni valamit, ami csillapítja ezt a fáj, mert annyira nehéz elviselni. Tényleg így van. De hosszabb távon úgy tűnik, hogy rengeteget nyer az egyén, és szerintem a közösség és a társadalom is, ha nem veszünk igénybe teljesen fölöslegesen töménytelen mennyiségű szűrővizsgálatot, ilyen vizsgálatot, olyan vizsgálatot, beavatkozás, stb., amiknek az értékét én önmagában nem kérdőjelezem meg, csak úgy gondolom, hogy ezekből rengeteget meg lehetne spórolni, picit több megértéssel lennénk az ügyben, hogy mi folyik itt. És szeretném önökkel megosztani egy nemrégi történetnek egy kicsit a részleteit azért, hogy illusztráljam egy történet által, hogy mit szeretnék átadni, milyen üzenetet. És ebben a történetben elég sok minden benne van szerintem. Ez egy 35 év körüli fiatal embernek a története, aki levelet írt viszonylag részletesen nekem már azelőtt, hogy találkoztunk, és ezért föl tudom olvasni az ő engedélyével azokat a részleteket, amiket szeretnék kiemelni, és egyben egy picit úgy megvilágítani, hogy miért is gondolok én arra, hogy óriási haszna lenne annak, ha a betegségeken keresztül az emberi testtel kommunikálni tudnánk. Most ugye ez nincs igazán a köztudatban, hogy egy testtel lehet beszélgetni, vagy hogy a testnek a jelzéseit nagyon érzékenyen és finoman meg lehet érteni, hanem ez is egy a sok információ közül. De ez szerintem nagyon hasznos információ, maradjunk a nyitásnak. Szóval kérem, képzeljenek el egy fiatal embert, aki minden szempontból sikeres, jó anyagi körülmények között, jó családi környezetben él. Tehát a legegyszerűbb eset, úgymond, amivel mostanában találkoztam, ezért is szeretném ezt idehozni, hogy ne a legkomplexebbet hozzam, néha tényleg hihetetlen bonyolult, mire kihámozzuk, hogy miért éppen akkor úgy betegedett meg valaki. Úgyhogy szeretnék egy ilyen egyszerű esettel előjönni. Rendben? Azt írja. Tisztelt dr. Buda László úr! Digitális levelemmel abban a reményben fordulok önhöz, hogy esetleg tud segíteni a problémámban. Ilyen nagyon intelligensen és kedvesen nyitja. Kérem, most utazzon velem vissza 2,5 évet a múltba. 2015. február. A munkahelyemen egy ismeretlen szám hív, felveszem. Édesapám főnöke és egyben régió barátja sírástól akadozott hangon tudatja velem, hogy nagyon nagy baj van. Sajnos már akkor éreztem legbelül, mivel is fogok szembesülni. Azonnal oda sietek, édesanyám már ott zokog, vigasztalják, vagy hát próbálják. Ő aznap vesztette el élete szerelmét, férjét, én pedig a szeretett édesapámat, aki a tágabb értelembe vett családunknak a gerincét képezte. Szívinfarktus. Percek alatt elment. Ez az indulás, s a levélnek. Nagyon szép dolog, nem tudom így átadni ezt is, hogy milyen végtelenül megtisztelő, mikor emberek leírnak fájó dolgokat, leülnek oda, és így megosztják, és szavakba öntik, és bíznak benne, hogy jó helyre kerül. Ezt nagyon megtisztelőnek érzem. És itt van az első nagy népegészségügyi kérdés, amit mindjárt felvetnék, nem ezzel akarok most foglalkozni, ez a férfiak korai halálozása, váratlan, nem lehet rá fölkészülni, és nagyon sok családot tizedel meg az, hogy az 50-es, 60-as éveiben járó életerős férfiak szívinfarktusban halnak meg. És amennyire az én praxisom ad egy áttekintést a szív problémákról. Nagyon-nagyon ritka, hogy én ott ne azt találnám, hogy valahol az érzelmek világával kapcsolatban van egy akadály, van egy merevség, van egy zártság, van egy... az érzelmeknek mondjuk rá egy masszív elfolytása, és tulajdonképpen életmóddá vált nagyon gyakran férfiaknál különösen, hogy
teljes egészében előtérbe helyezik az életükben, mondjuk a munkahelyi ambíciójukat teszem föl. Hogy mit csinálnak, vagy mit szereznek, vagy mit birtokolnak, vagy milyen, hova jutnak a létrán, a hierarchiába, és a többi. És ez azért is dermesztő, mert például a halál, most egy kicsit szomorkás témákat hoztam, mindegy, ez van. De a halálos ágyon készített interjúk összefoglalásából az derül ki, hogy az emberek mikor már elfogy az idő, tehát ott fekszik a halálos ágyon, és tudja, hogy onnan már nem kell föl. Egy fantasztikus tanulmány született erről, 5 dolog, amit az emberek megbánnak a halálos ágyukon, ez egy ilyen statisztikára épül, sok embert kérdeztek meg. Ugye ott a második helyen a legfontosabb 5-ből az szerepel, hogy ó, édes Istenem, miért dolgoztam annyit? Ott a végén a legtöbb embernek elkezd valahogy azt derengeni, hogy lett volna lehet fontosabb dolog is. Hogy az a munka, ami nem lelkileg, nem szívből, nem inspirálóan hat az emberre, az a munka rabolja az időt, és később nagyon fog fájni, hogyha ezzel ment el túl sok idő. És bizony a férfiak esetében, mondom, nagyon gyakran ez egy ilyen elterelő hadművelet, hogy az életüknek a többi része lehet, hogy nem működik olyan jól, már elég nehezen állnak szóba otthon egymással az asszonya, vagy a gyerekek, és úgy rá lehet egy dologra fókuszálni, és akkor most ott van az. Más oka is lehetnek a korai infarktusnak, de az, hogy mi nem nagyon tanultuk meg, férfiak különösen nem, az érzelmek kezelését, átélését, kordában tartását, az ezzel kapcsolatos kommunikációt, a kifejezését annak, amit érzünk, az eléggé ténynek tűnik. Különösen férfiaknál. Egyszerűen nehéz, vagy nem erre vagyunk szocializálva. És ezért is talán még egy fontos dolog lehet, hogy a negyedik dolog az 5-ből, amit megbánnak, lehet, hogy egyszer végigmondom mind az 5-öt, hát ha valakit érdekel, de hogy a negyedik az az, hogy miért nem mertem bátrabban kifejezni az érzéseimet. Ez a negyedik. Így. Miért nem sírtam többet, amikor szomorú voltam? Miért nem nevettem többet, amikor igazán vidám voltam? Ugyan miért voltam olyan komoly állandóan? Miért voltam olyan fapofa egyfolytában, hogy hova lett az érző, lelkes, extatikus, mindig játékra és kapcsolódásra nyitott gyermeknek az érzelmi világa, és tényleg, ahogy körbenézünk, azért elég sok savanyú, komoly, komor érzelmet mutatni és átélni nem nagyon akaró felnőtt emberre találkozom. Bizonyos szempontból végtelen hervasztó, különösen a munkahelyen. Ott van egy ilyen szinte, nem tudom, és ilyen közhiedelem, az ember átlép a munkahely küszöbét, el kell felejtenie, hogy alapvetően egy érző lény. Mindenki megpróbált racionálisan kommunikálni, technikai dolgokról, stb. És közben pedig ott a páncélzat alatt mindenkinek dobog a szíve, érez egy csomó mindent, vágyik dolgokra, fél dolgoktól és a többi. Szóval ennek a kezelése, ennek a bátor fölismerése, hogy mi érző lények vagyunk, és ezt nem szabad az életünk végéig háttérbe szorítani napi szinten, mondjuk egy elég fontos felismerés lenne. Különösen akkor, mikor szeretnénk elkerülni azt, hogy élete virágában emberek csak úgy meghalljanak, mert megáll a szíve. Na, azt írja tovább. Pár nappal utána mindent nekem kellett intéznem, helytálnom, erősnek lennem. Egy kezdeti mély szomorúságot felváltott egy szomorú, de inkább bénultság érzés, mondja. Olyan, mintha a bánatom egy részét betettem volna a lelkem egyik fiókjába, mert hát ugye én maradtam a férfi, és nekem most helyt kell állnom minden téren. Itt a másik nagy társadalmi szintű jelenség, amivel az utóbbi időben elég sokat foglalkoztam, és úgy nevezem, úgy foglalom össze, hogy a nagy alapneurózis, ami a legtöbb ember rengeteget szenved a mi világunkban, az az, hogy van egy ilyen elképzelésünk, hogy milyennek kellene lenni, és van egy olyan, hogy milyen vagyok. Most a kettő között, a vagyok meg a kellene, hogy legyek,
között néha olyan feszültségek támadnak, hogy, hogy egész egyszerűen egy alap frusztrációt hoz létre az emberben az az érzés, hogy nem vagyok jó így, ahogy vagyok, teljesítenem kell, igyekeznem kell, igazodnom kell, nem tudom, miket kell csinálnom. Például ennek a fiúnak, vagy hát férfinak az esetében az, hogy, hogy úgy érezte, hogy ő neki most valamit valahogyan csinálni kell. Helyt kell állnia, nem lehet szomorú, pedig szeretett volna szomorú lenni, mert azt érezte. Ott van az a bonyolult helyzet, meg is értem, ő maradt egyedül férfi, valakinek intézni kell dolgokat, temetést, ezt, azt, azt. Szóval teljesen törvényszerű, hogy, hogy ebbe ő így belesodródott. De nagyon sokszor ilyen tragédia nélkül is az a jelenség átitatja emberek életét, hogy, hogy elégedetlen azzal, ami, aki és ami, úgy gondolja, hogy máshogy kéne kinéznie, másmilyennek kéne lenni a testének, másmilyennek kéne lenni az egészségi állapotának, kevesebb kilónak kéne mutatni a mérlegen, több pénze kéne, hogy legyen, sikeresebb kéne legyen már erre a korra, és a többi-többi végtelen. Na most a van és a kellene közötti különbség az a nagy neurózis forrás. Amikor valaki odaérkezik, hogy elkezdi elengedni a kellene dolgát, és úgy bele tud simulni abba, ami van, úgy meg tud nyílni valahogy mélyen a szívébe arra, hogy rendben van így, ahogy van. Nem kell mindenáron lefogynom, nem kell mindenáron gazdagabbnak, nem kell mindenáron visszafognom magam, ha érzek valam, és így tovább. Tehát ha egy picit többet engedélyeznék magunknak abból, hogy hadd legyünk már olyanok, amilyenek, hadd ne kelljen már mindig megfelelni, hadd ne kelljen mindig igyekezni, hogy valami standardot elérjünk, akkor lehet, hogy az egész rendszerünk, a biológiánk, az érzelmi életünk meg tudna egy picit könnyebbülni. El tudna időről időre lazulni. Jól van így, nem kell sehova igyekezni. Mert ez a nagy igyekvés, nagy törekvés elég nagy terhet jelent napi szinten. Ugye is itt jön a következő probléma, amit már rögtön, ha az ember ennyit olvas a levélből, és egyébként pszichiáterként, vagy pszichológusként tudja, hogy mit jelent a komplikált gyász, akkor rögtön fogja tudni, hogy aha, valószínű ezzel lesz dolgunk, mert az az ember, aki nincs szinkronba a saját veszteségeivel, nem ad elég időt arra, hogy ezeket átélje, elgyászolja, elszomorkodja a veszteségeket, elsírja azt, ami fáj, annak az embernek ez hosszú távon rengeteg gondot fog okozni. Nekem, ha így most visszatekintenék így sorban azokra a páciensekre, különféle daganatokkal, autoimmun betegségekkel, meg mi egyebekkel ott sorakoznak, nagyon-nagyon sok esetben azt látnánk, hogy valami nagy veszteség ott van. És nem tudott jól törődni vele. Nem tudta jól befogadni, átélni. Még mindig aktív, még mindig valami nagyon fáj. 10 éve halt meg az édesanyám, még mindig bele rágondolok, még mindig könyszökik a szemembe, és nem azért, mert annyira szeretem, mert ha csak a szeretet könnyei lennének, az nem lenne megbetegítő, de a legtöbbször nem ezek a könnyek vannak, hanem valami rendezetlenség könnyei. Valami lezáratlanság könnyei, valami elsimítatlan ügynek a könnyei. Például, hogy nem volt ott, amikor az utolsó leheletét, nem fogta a kezét, nem mondtak egymásnak fontos dolgokat, nem merte kimondani azt, amit ki lehetett volna, és így tovább, és ezek fájnak. Meg ugyanúgy ez is, hogy ott kellett lennem, szeretett édesapám meghalt, és én intéztem az ügyeket egy ilyen bénultságban, mert muszáj volt, mert valakinek csinálni kell. A temetés után, olvasom tovább, egy héttel elkezd szúrni a jobb oldalam, mint amikor bemelegítés nélkül fut az ember, csak nem múlik el, hanem napokig tart. Rejtélyes hőemelkedés, száraz kéz, és reggelente nagyon fáradtan kelek. Vizsgálatok hada kezdődik, nem találnak semmit, hasi CT is negatív, vérkép is rendben, írja a precíz úriember. Mert érezi, hogy a testében valami nem stimmel, és noha a napnál világosabb valószínűleg neki is, hogy egy héttel a temetés után ugyan miért bolondult volna meg a teste,
nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, nem azért, mert hanyag, hanem mert nem tudja, hogy mit kezdjen ezzel, nem elég bátor, hogy ezeket a dolgokat magába összekösse, és ennek mentén csináljon valamit, hanem elmegy vizsgálatokra. Megy a pénz, megy az idő, vizsgálatok hada, negatív CT-k, negatív vérképek, de még ha találnának is valamit, akkor sem mondhatnánk, hogy hú de jó, most akkor megvan oldva a dolog. De az általában az van, hogy ezek mind ilyen, hát vizsgálgatjuk, nézegetjük. Az egész dologgal kapcsolatban orvosként, ugye nekem, én úgy gondolom, hogy egy picit több jogom van kritizálni az orvosi szakmán, mint kívülről azoknak, akik nem látják, hogy milyen erőfeszítéssel, milyen lelkiismeretesen dolgoznak emberek az egészségügyben. Én tudom, dolgoztam egészségügyben, még ha most nem is dolgozom ott, a legközelebbi barátaim orvosként itt-ottam ott az országban, tudom, hogy mi folyik. Ezen a szinten legalábbis. Ez nem azon múlik, hogy az orvosok ilyenek vagy olyanok, hanem azon múlik, hogy nincs megértés, nagyon sok egyszerű esetben sem. Nem nincs idő megkérdezni, hogy van egyébként, történt-e valami és a többi, amire időt kell szállni, ez kétségtelen, hogy valami megy a futószalagon, ezt nem lehet megkérdezni, mert nem is nincs is rá fölkészülve szegény kollégám, hogy kezelje, ha véletlenül valaki mégis mond valami fontosat. Tehát ezt inkább meg se kérdezik, hanem mint a kicsit olyan hú, most hogy fogalmazzam ezt olyan szépen, hogy mint aki szemellemzős, ez az ló, hogy így gyerünk, vizsgáljuk meg a vért, vizsgáljuk meg a nem tudom mit, és így nézzük azt a kis szűk sávot, látunk-e valamit, nem látunk valamit, megy egy egyébként szakmainak tűnő diskurzus arról, hogy mi van a vérben, meg mi van a nem tudom én hol, és megy tovább az, hogy ezzel nem tud senki semmit kezdeni, ezzel a tünete, nem értjük, nincs, nem negatív a lelet. Nekem, mikor ezt elkezdtem átlátni már orvostan hallgató koromban, hogy micsoda értetlenség, mekkora tapogatózás zajlik azzal kapcsolatban, hogy valaki miért beteg. Én jól emlékszem, hogy volt egy ilyen elképzelésem, de az teljesen ilyen naívnak tűnt meg ilyen elszálltnak, hogy mekkora nagy dolog lenne egyszer valaki talán egy módszert, vagy valami lenne, hogy a testet közvetlenül meg lehessen kérdezni. Azt a testet, hogy azzal lehetne beszélgetni, nem kellene annyit. Ugye nekem a legjobb metafora, a legjobb hasonlat, amit én ehhez tudok fűzni, és gyakran el szoktam mondani, mert úgy szeretek is rá gondolni, hogy szerintem a testtel, tehát a testnek a kommunikációja, az hasonlít egy picit a csecsemőjéhez. Mert akinek már volt csecsemő a kezébe vagy a közelébe, az biztos, hogy benne egyetért velem, hogy a csecsemő intenzíven kommunikál. Folyamatosan kommunikál. A mozgásával, a tekintetével, a gőgicsélésével, a sírásával. Tehát egy nagy, intenzív kommunikációs bomba egy csecsemő. Na de, ott vannak a felnőttek, és elég nehézen értik meg, hogy mit akar sokszor. Így van? Tehát ahhoz, hogy valaki egy babát megértsen, hogy az mit mond a sírásával, vagy ezzel-azzal, ahhoz kellenek feltételek, amik ha nincsenek meg, akkor csak ott nézek egy babát, aztán fogalmam sincs, hogy mi folyik. És a feltételek között szerintem ott vannak ezek a legalapvetőbbek, hogy ismerni kell, szeretni kell, és gyakran kell vele kommunikálni, hogy így nézzük, hogy mi mit jelent, ellenőrizzük, legyen egy rutinunk. Ha ezek megvannak, és az anyának általában jó a kapcsolata a csecsemővel, egy idő után ez magától kialakul, az elég jól eligazodik, hogy mit jelent egy sírás. Nem tudná megmondani, hogy hogyan, de úgy nagyjából úgy képbe van. Míg egy nagybácsinak gőze sincs, oda van téve neki egy ilyen baba, miért sír, vagy mit kell csinálni. Ugyanazt kezdi el csinálni a nagybácsi, ha a baba sír, amit mi csinálunk az egészségügyben, meg orvosként, amikor egy test beteg. Elkezdünk kísérletezni. Hogy ugye az első az, hogy benézünk a pelenkába, ugye ez a vérvétel, vagy a röntgen, az egészségügyben benézünk, hát ez nem. Akkor ide megyünk oda, tehát
ugye tetszik érteni, hogy ezt ilyen szeretettel mondom, de ilyen irónia is van benne, hogyha nem tudunk közvetlenül kapcsolatba kerülni egy emberrel, meg a testével, nem ismerjük őt, nem szeretjük őt, nem kommunikálunk vele, akkor nem fogjuk tudni, mit akar a teste. És ezt nem is várhatjuk el az orvosainktól, hanem én szerintem, amit érdemes csinálni a mikorunkban, az az, hogy mindenki a maga lehetőségeihez képest igyekezzen felfedezni, hogy a saját testével ő hogy tud kommunikálni, mert ő a legkompetensebb ember, mert ő van reggeltől estig 0-24-ben ezzel a testtel, és ő az, aki a következményeit is viseli, ha az a test elromlik, tehát nem tudok fontosabb projektet mondani erre az életre, mint hogy az ember mélyen megismerje és megbarátkozzon azzal a testtel, amiben lakik. Nem tudom, hogy mi az, amit ettől előrébb lehet helyezni, nyilván egy csomó mindent, értékrend kérdése, de főleg akkor, amikor olyan sok ember mondja, hogy az első az egészség, és akkor megnézzük, hogy nézzük csak meg az értékrendjét, kedves hölgyem, uram, hogy akkor, ha ilyen fontos önnek az egészség, lássuk, hogy a nap 24 órában mennyit foglalkozik vele érdemben, mennyi energiát tesz ebbe, azt látjuk, hogy huha, lehet, hogy az utolsó mégis. Mert minden fontosabb lesz, akkor lesz igazán fontos az egészség gyakran, mikor megbetegszünk. De hát ez érthető. Ezen nincs mit csodálkozni. Na szóval, mondom tovább. Végül a hőemelkedést egy arcüreg gyulladásra fogják, ami ugyan valóban látszott a röntgenen, de én nem éreztem belőle semmit. A hasfájásom egy IBS rövidítésű, szervi eltérés nélküli, pszichés eredetű hasi fájdalom lett. Na, szóval a vizsgálatoknak lett eredménye azért, az lehet mondani, ez a zavaros dolog mögött találtak két dolgot. Egy arcüreggyulladást, ami a páciensnek teljesen irreleváns, nem érez semmit belőle, és egy irritábilis bélszindrómát, ami egy picit én úgy mondanám, hogy már egy a csődje az orvoslásnak, mikor már nevet is adunk, ilyen latinul, vagy mindenhogy a hangzó nevet, és nagyon gyakori diagnózisként adják ki az IBS-t, úgy, hogy valójában tisztességesebb lenne egy olyan elnevezést adni neki, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen, valószínűleg lelki dolgokkal összefüggő, mindesetre egy ilyen zavaros hasi katyvasz. Tehát, hogy nem, helyett van ez az IBS, tehát neve van, olyan, mintha ez egy normális diagnózis lenne, olyan, mintha tudnánk, hogy mi folyik, és hát ezzel az ember úgy elsomfordál, na jó, hát akkor ezek szerint IBS, de akkor ugye hogyan tovább, az nem világos nyilván ebben. De diagnózis kell adni, nem tudom, remélem nem olyan sokan jártak, vagy járnak rendszeresen ugye az egészségügyi szolgáltató rendszerben, mondjuk így, mert nem jó, hogyha oda kell menni, nem szoktak az emberek úgy igazán örülni neki, nem olyan jó ott a hangulat, nem, valahogy úgy sokszor sokat kell várni, sokszor tényleg az ember, tehát nem mindig jön ki jó tapasztalatokkal, mondjuk így. És, de ha voltak ilyenek, akkor azt is tudják, hogy valamilyen diagnózisnak kell adniuk ott a dolgozóknak. Tehát nem baj, hogyha nem tudják, hogy mi van, vagy nem tudják pontosan, valamit azért be kell írni. És akkor, hát most mit mondhatnánk erre, néha elég komoly töprengés folyik, hogy mi legyen az, amit végül papírra vetünk, nem? Mi legyen az elnevezés. Néha a legfontosabb szempont az lesz, hogy melyik fizet többet a társadalombiztosítási rendszerben, nem tudom miben. Szóval ez van. Ebben semmi elítélni való nincs, teljesen természetesen így zajlik, míg máskor remekül eltalálják, hogy mi a probléma, meg remekül kezelik, hát vannak ilyenek is. Na, ajjaj. Szóval most mi zűrösebben lesz a helyzet egyre inkább. Ugye zajlik az élet, telik, múlik az idő, itt egy fiatalember. Pár hónappal később, mert ugye itt megyünk tovább, észreveszem, hogy a férfiasságom nem működik megfelelően. Az andrológus megvizsgál, és megnyugtat, hogy szervi eltérés nincsen, egészséges vagyok. Valóban meg is nyugodtam, és hamarosan el is múlt ez a probléma. Na, megpróbálok komoly maradni, mert ez hát számomra végtem mókás, hogy így előjön valami, amiért egy férfinek biztos, hogy nagyon fontos,
komolyan veszi, elmegy egy speciális szakemberhez, megvizsgálja, elmondja, hogy itt szervi nincs, és akkor valahogy megnyugszik, aztán valahogy így odébál ez a tünet. Nem végleg, de valahogy túl van rajta. Ebbe különben az is benne van tényleg, hogy ez a placebo hatás, a megnyugtatás, az, hogy ez így rendben van, ahogy van, nem olyan nagy dolog, vagy nincsen szervi eltérés, nyugodtan el fog múlni, hogy ezek elképesztően jól működnek. Nem szabad lebecsülni. Egy orvos jól érzi, hogy mikor kell azt mondani, hogy ez nem egy nagy ügy, nem kell aggódni ezen, tessék nyugodtan hazamegy, el fog múlni. Ez egy varázsszer, ugye a placebo, az elme működésen keresztül a test valahogy megnyugszik, és a relaxáló, a megnyugvási reakció az ember fiziológiájában lehetővé teszi, hogy az öngyógyító folyamatok elkezdjenek valahogy teret kapni. Míg hogyha feszültség, stressz, nyugtalanság, frusztráció, irritáltság, harag, bosszúvágy és a többi dolog van, akkor nincs ez az ellazulási reakció a testben és a lélekben, és akkor nem ér rá a szervezet arra, hogy az öngyógyító mechanizmusokat szépen működtesse. Ez sok nézőpontból ilyen egyszerű, nem biztos, hogy ez a legbölcsebb, hogy ezt össze lehet foglalni, test hogy működik, de van egy ilyen összefoglalás, ami elég gyakorlatias, amikor ellazulunk lelkileg, érzelmileg, kapcsolatilag, testileg, így úgy amúgy, akkor az elég jót tesz a testünknek is, hogy regenerálni tudja magát. Ezért is olyan fontos a napi szintű alvás például, egy központi jelentőség a regenerációban. Az kimarad, akkor napok meg hetek múlva az ember megnézheti magát, hogy hova jut. Tehát egyszerűen szükség van ennek a megfelelő ritmusára. Na, 2016. december, egyik nap úgy kelek, mintha egy tégla lenne a mellkasomon, nehezebben légzem, nem fáztam meg, így egy hét után elmentem pulmonológushoz, kilégzésvizsgálat, mellkas röntgen, minden rendben talált. Lassan elmúlt ez a tünetem is. Azért, nem tudom, együtt éreznek egy kicsit ezzel a fiatal emberrel? Hogy ez így milyen nehéz, nem? Hogy mindenhova menni, ez jön, akkor elmegyünk a speciális orvoshoz. Az jön, oda megyünk, megnyugtatnak, nincs semmi, és közben végtelenségig szenved, és boldogtalan, és mindene fáj, és rosszul van, és stb. Ajaj. Na, itt jön a zűrösebb része. 2017, most kihagytam egy-két tünetet, jó, mert sietünk azért. Tehát van egy ilyen, hogy mi jött még elő, egy ilyen lista, ezt nem olvasom föl, hanem így van egy ilyen lényegi rész. 2017 tavasz, egy vadvízi evezős túrán vagyok gyönyörű tájakon, észreveszem magamon, hogy nem tudok annyira örülni a szép dolgoknak, mint régen. Hazaérkezem, megint észreveszem, hogy a férfiasságommal valami nincs rendben, nem nagyon akar működni. Andrológus, megint, orvosilag minden rendben. Elkezdek keresgélni a neten, hogy mi állhat ezeknek a kósza visszatérő tünet együtteseknek a hátterében. Hát nem tudom, hogy hogyan óvjam magunkat ettől a neten keresgéljük a betegségekkel kapcsolatos infókat című műfajt. Tehát, hogy ezt így önállóan minden különösebb támpont nélkül csinálni, elég komoly kihívás. Vagy rendet rakni az információkba. Végtelenül meg lehet ijedni, csomó ember beír mindenfélét, ami vagy releváns, vagy nem. Tehát, de tulajdonképpen jelzi, ahány ember csinálja ezt, nagyon szépen jelzi, hogy az emberek érzik, hogy valahogy magukról kell gondoskodni lassan most már, utána kell nézni, hiába megyek ide vagy oda, gyakorlatilag végül egyedül maradok ebbe a történetbe, és most már itt van az internet, most már utána lehet nézni egy csomó dolognak, úgyhogy van egy nagyon pozitív oldala, nagyon fontos oldala, hogy ez az előadásomnak is az egyik nagy mondani valója akar lenni, hogy nagyon hiszek a radikális öngondoskodásban. Ez a szakszó erre. Hogy attól radikális, nem politikailag, meg nem úgy, hogy szélsőséges, hanem úgy radikális, ezt lefordítottam a külföldi szakirodalomban, azért nem találtam erre még jobb szót, hogy a radix ugye eredetileg gyökeret jelent, tehát egy gyökeres, egy átfogó, egy nagyon elkötelezett öngondoskodásról van itt szó, ami szerintem a kulcsa a jövő társadalomának, az egészségi állapotának. Én ezt nem is rejtem vék alá, persze annyira nem vagyok ebben szakértő, egyszerűen ez csak egy vélemény, amit hangoztatok. Nem látom, hogy mondjuk az egészségügyben így, ahogy van, a több pénzt,
több figyelmet, több energiát, investálás egyenes arányban lenne az egészségi állapot javulásával. Fontos, hogy fejlődjön, fontosak ezek a szempontok. Magam részéről hatékonyabbnak, fontosabbnak találnám azt, hogy minél inkább megtanuljunk, amennyire csak lehet magunkról gondoskodni. És lehetőleg nem igénybe venni, hanem muszáj. És ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, ahhoz szerintem tanulni kell magunkról. Tanulni kell a testünkről. Tanulni kell megérteni, hogy mi folyik. Tanulni kell a lelkünkről, hogy mi fáj, hogy mi fontos, hogy mi az, ami mehbe vág, hogy mi az, amit szeret az egészségünk. Mitől vagyunk jól, mit tesz boldoggá, mi hiányzik, és a többi. Egész egyszerűen önismeret és önmagunkkal való értelmi kommunikáció nélkül, önmagunkkal való együttérző kapcsolat nélkül, ezt nem tudom elképzelni. Ez a belépő oda, hogy valaki elkezdje érzékelni, hogy mi folyik, és miért folyik. A felnőttkori megbetegedések gyakorlatilag egy az egyben az azt várják, hogy az illető leüljön önmagával, és átnézze, hogy ez most mi. Mindig ott a lehetőség gyógyszert bevenni, jó is, mert kell, mert nagyon szenvedünk, akkor nem tudunk gondolkodni se. Mindig ott vannak az alternatív gyógyítók is, ott vannak az egészségügyi gyógyítók, és minden nagyon széles a paletta. Nem arról van szó, hogy ezt ne vegyük igénybe, hanem arról van szó, hogy legyünk minél bölcsebbek abban, hogy mit akarunk igénybe venni. Mire van igazán szükség, és mi az, ami szükségtelen. És ehhez érdemes szerintem valamiképp rájönni arra, hogy önmagammal hogyan kommunikáljak színvonalasabban, főleg ilyen helyzetekben. Na. Lássuk, mit talált a neten a fiatalember. Idegrendszeri betegségek, szklerózis multiplex. Az volt az első, ami kijött erre az egészre. Azt mondja, valóban megijesztett, amit ezekről a betegségről olvastam, mert hasonló, megfoghatatlan tünetegyütteseket írnak le a betegség felismerési fázisában. Miután erről olvastam, napokig verejtékben ébredtem, és elkezdtem kis akaratlan izom összehúzódásokat érezni a testem különböző részein. Ugye, ami már lehet egy ilyen szklerózis multiplexes előjel is, mert ugye olvasott is erről. Tehát ott van ez a férfi, bizonyos információkat megszerezve, és éjszakánként remegő testtel figyeli, hogy mi van. És retteg attól, hogy elkezdődött a szklerózis multiplex. Amitől félünk, az elég nagy hatást gyakorol ránk. Így van? Nekem volt egy nagymamám, akit nagyon-nagyon szerettem, és gyakran eszembe jut róla az a, így utólag olyan derűsnek tűnik, de az ön kétségbejtő volt, hogy éjszakánként elég gyakran, idősebb korában szinte minden éjjel így sikoltozott a félelemtől, olyan rémálmai voltak, de mindig egy kaptafára ment a rémálom, az volt, hogy valaki üldözi, és be akarja csiklandozni. És attól rettegett. És sose tudta, hogy ki az, aki üldözi, mert ugye sose fordult hátra, és nem is tudta, meg senki nem beszélt vele erről, nem tudtuk, hogy mekkora jelentősége lenne, ha valahogy úgy rá tudná magát arra trenírozni, hogy egyszer forduljon meg már álmába. Hogy nézze meg egyszer, hogy mi az. Nagyon sokszor, ezt nem is kell álomba, mert úgy nem lehet tudni, de az ember csak lejátsza, elképzeli, bátran belemegy a fantáziába ebbe a dologba, tehát tovább álmodja ébren ezt a félelmetes dolgot, és valahogy sikerül egy picit szembenéznie azzal, ami jön, akkor csodával határos módon gyakran megszűnnek a félelmek. Mert ami üldözi őt, az addig olyan félelmetes, amíg ugye nem tudjuk, hogy mi az. Így van? Ez elég egyszerű. Na, még egy másik példára, amit én nagyon szeretek azzal együtt is, hogy nem túl erős az illusztráló értéke, mert pánikbeteg emberek, nem feltétlenül javasol, nem ezt csinálják, amit ez a volt pánikbeteg ismerős mesélt, de végtelen szórakoztatónak találom, amit ő csinált. Ugye végigment mindenféle ilyen procedúrán, a pánikbetegség rettenetesen kellemetlen dolog, sose találkozzunk vele, úgymond, vagy ha találkozunk, tanuljunk belőle, hogy hogy működik, sokan vannak, akikre rájön.
intenzíven, váratlanul és kontrollálhatatlanul egy olyan szorongás, ami már több, tehát tönkrevágja az életét, aztán már félni is kezd, hogy ne menjen ki, de oda beszűkül az élet. Szóval egy végtelen kellemetlen dologról van szó. Na és ez a hölgy, és már mindent kipróbált, ugye, az gyógyszer, az orvos, a terápia, a nem tudom mi, és ebben semmit nem találtak meg, egy fonalat, hogy kéne ebből kijönni, mi fog itt. És akkor történt az, hogy egyik nap ugye utazott a villamoson, és jött a pánikroham, és a szokásos módon elkezdődött ez a teljesen kijött a sodrából, leverte a víz, meg nagyon dühös is lett már magára. Ugye ez a másik, ami kerülendő igazából a saját munkával való viszonyban, főleg ha megbetegszünk, hogy még bosszankodjunk is rajta, pedig elég gyakori, hogy még bántsuk is magunkat. Most pont a múlt héten volt nálam egy hölgy, aki azt mondta, hogy annyira szégyellem, hogy mellrákom van, ezt nem tudom elmondani. Mert én egy ilyen pozitív gondolkodó voltam mindig is, egy vezető voltam a munkahelyemen, róla mindenki tudta, hogy én mennyire ilyen meg olyan vagyok lelkileg, meg én segítettem mindenki másnak, meg stb. És nekem lett ez, és én úgy gondolom, hogy én csináltam magamnak, mert mindenki más is a munkahelyen tudja, hogy ugye ezt a betegségeket úgy generáljuk. Nagyon kellemetlen. Ez az egyik, amit abszolút nem javaslok, hogy úgy képzeljük el a betegséget, mint amit itt csinálunk magunknak. Hanem ezek tudattalan folyamatok, nincs az a hülye, aki magának betegséget csinálna, de az, hogy szerepünk van benne, az, hogy a tudat alatt zajló, vagy tudattalanul zajló érzelmi folyamatok hogy befolyásolják a testi folyamatokat, arról meg fontos lenne tudni. Na, visszatérve a hölgyre, a villamoson utazva egyszer csak úgy döntött, hogy ebből elege van, csinál valami mást, mint eddig. És leszállt az első megállónál, kifeküdt a füves térre egy szeptemberi napon Budapesten. Ugye ott az a jó Budapestben, hogy végülis elég nyugodtan ki lehet feküdni akárhova, egy darabig a kutya nem néz az emberre. Nem, itt azért ez furább lenne, hát nem tudom, meg nincs is villamos, szóval itt nehéz az ügy, de ott kifeküdt a térre, és abban nagy zajba, ott a nagy kereszteződés, villamos, nem tudom mi, elkezdett üvöltözni. Na, azért mondom, hogy nem egy hétköznapi, nem azt mondom, hogy ezt javaslom a kezelésnek. Az üvöltözésben az volt a lényeg, hogy azt kiabálta, hogy na most ez az, amit nem lehet ugye előadni élethűen, nem merek így kiabálni, főleg ilyen szavakat, de én tudom, hogy mi hangzott el. És ezt megpróbálom úgy érzékeltetni, hogy ilyen kamera, meg minden szinten ezzel szalonképes legyen. Tehát, hogy... vagy lehet, hogy megkérem a polgármester urat, hogy káromkodjon egy rohadt nagyot, ilyet is halljunk egyszer. Na, hogy tehát egy nagy káromkodást se kell képzelni, meg egy ilyet, hogy akkor gyere! És utána jön a többi. Ilyen magyaros díszítősor. Gyere! Ezt üvölti a hölgy. Lehet képzelni? Egy őrült nő, ha úgy veszünk. De az az igazság, hogy azáltal, hogy ezt a látszólag kívülről jövő, erőszaktevő, szorongató energiát ő ezzel ő szembefordult, és azt mondta, hogy tessék, itt vagyok. Csinálj velem, amit akarsz. Csinálj velem bármit, ölj meg, nem érdekel most már. Ott tartok, hogy nem érdekel. Tehát ez volt egy fordulópont neki, meg ugye intenzíven ehhez adta az érzelmeit, meg a hang. És mit tetszett gondolni, mi történt a pánikrohammal? Igen. Nem maradt el, pedig ez lett volna logikus, na hanem sokkal erősebben jött, mint bármikor előtte. Az egész. Gyere? Oké. Na de, következő kérdés, az már könnyebb lesz, hogy... mit tetszenek gondolni, mi történt utána? Mondjuk egy 5 másodperccel. Ami nem olyan hosszú, hát hosszú idő, hogyha az ember pánikban van, de amúgy azért eltelik 5 másodperc. Utána szépen így lefolyt, mint a gát mögött feltorlódó víz. Nagyon erős volt, aztán így eltűnt. És az a kérdés, amit mindenki tud, meg tud válaszolni, mert úgy teszem föl, de nem kell mondani, csak úgy gondoljanak rá. Tehát, hogy mit tetszenek gondolni, hogy utána előjött-e még. És ez a lényeg. Ez a lényeg. Hogy ez a dolog soha többé nem jött elő ennél a hölgynél.
És az egyik kulcsa annak a mesés csodás, talán el sem hiszik történetnek, az az, hogy mikor valaki szembefordul, igent mond, elfogadja, nyitottá válik, és abba hagyja a menekülést és a harcolást valami ellen, nagyon gyakran ez a legfőbb kulcsa annak, hogy a betegségek, meg a tünetek, meg a többi dolog így elveszítse az erejét, és így odébb álljon. Szembefordulni, megérteni, emlékszem az egyik nagyon kétségbeesett állapotban lévő férfinek a történetére, aki egy szomatodráma játék, hogy ez a módszer, amit kidolgoztam arra, hogy az emberek tanuljanak kommunikálni a testükkel, meg a betegségükkel, egy ilyen szomatodráma játékban először találkozott a daganatával. Úgy, hogy egy hónap múlvára volt ugye a kolo... Mi a neve ennek? Igen, de az a bélkivezetés, a sztóma, tehát a sztóma műtétre, a végleges sztóma műtétre 42 évesen egy hónap múlva volt kiírva. Annyira gyógyíthatatlannak tűnt az a daganatos rész, hogy azt mindenképpen ki kellett venni. És az, amikor ez az ember azt mondja, ott a játékban, mert a játékot azért csináljuk, hogy a képzeletet megsegítsük egy kicsit, és ne egy fotelba kelljen vizualizálni, hanem erősebbek legyenek a folyamatok, ezért hiszek annyira a játék erejében, már sokszor láttam, hogy ez mit, mekkora hatást gyakorol, hogyha ebbe az emberek úgy bele eresztik egy kicsit magukat, állt szembe ezzel a daganattal, akit egy másik ember játszott, és megrendítő volt ez a találkozás. Az, hogy egyáltalán odáig eljutott, hogy köszönjön ennek a daganatnak, hogy hello, vagy hogy megérezze, hogy mennyire kétségbe esett, mennyire dühös erre a daganatra, hogy mennyire kiszolgáltatottnak érzi magát, hogy tehát ez a kapcsolat, a daganat és én, ez olyan dolog, én tudom, ami abszurdul hangozhat, itt ülünk egy komoly felnőttek, és akkor daganattal beszélgetnek. És nem tudok mást mondani, mert ezt tapasztaltam, hogy döbbenetes változásokat idéz elő, ha egy ember odafordul, ahelyett, hogy elfordulna. Igent mond, megismerkedik, kommunikál azzal a dologgal, ami benne zajlik. Nem csinál úgy, mintha ez nem tudom honnan jött volna kívülről. Na, visszatérhetünk az SM idézélve, tehát SMS fiatalember történetéhez. Szóval bejelentkeztem koponya MR-re, és egy neurológushoz is. A koponya MR kizárta az idegrendszeri betegséget, amit a neurológus diagnózisa csak megerősített. A neurológus utána annyit mondott, depresszió. És ez igaz, ami jellemzi a hangulatomat, egyhangúság, örömtelen mindennapok, a testem meg úgy működik a szomorú történetek óta, mint egy kancsó, amin 11 lyuk van, nekünk meg csak 10 ujjunk befogni azokat. Így a testi tüneteim közül időszakonként minimum egy mindig elő tud bújni belőlem. Így írta le ez a szép metaforával. Tehát, hogy annyi minden van, nem képes ezt már menedzselni, valami mindig beteg, és látja. És hát azt írja, hogy júliusban úgy döntött, hogy elkezd járni pszichiáterhez. Na most erről ezt írtam, most ezt felolvasom, mert pszichiáter vagyok, tehát hogy ezzel a szakmában meg aztán még inkább lojális vagyok, de azért itt most mégis ilyen szemöldök fel összevonva olvasom ezt. Elmentem a pszichiáterhez, aki először egy gyógyszert írt fel. Most idéznék egy szaktekintét, néha bele kell kapaszkodni nagy öregekbe. Popper Péternek volt való egy ilyen gondolata, hogy lelki fájdalmakra gyógyszert írni, az egy, most nem tudom, mi volt a szó, amit mondott, hogy az kész. Az méltatlan az emberhez. Az közel van az aljassághoz. Stb. Most ez nem így van, persze, mert pont arról szól a gyógyszeres kezelés, ha jól van beállítva, jól eltalálják, hogy annyi ereje legyen annak, aki alatt már nagyon kicsúszott a talaj,
hogy hozzá fogjon legalább egy picit úgy elrendezgetni. Tehát ilyen esetekben úgy gondolom, ha valakinek nincs más jobb eszköze, ha nincs annyi ereje, hogy elmenjen úszni egyet, vagy egy társaságban menjen, vagy egy koncertre, mert bármi, semmi nem érdekli, mindentől visszavonul, lehetséges egy kémiai úton egy picit meg lehet emelni az ő működési szintjét, hogy legalább. De ez nem lehet cél. Ugye egy ilyen helyzetben gyógyszer függővé válni, mert nagyon könnyen az lesz, ugye most itt ezt írom, hogy nem éreztem a hatását, csak a mellékhatásait írja, úgyhogy abba hagytam. Tehát ennyit erről. Most egy pont-pont-pont hatóanyagot próbálunk ki, alacsonyabb dózissal, még csak egy hete szedem, mert a hatásról nem tudok beszámolni. Ezek így a történetek. És itt van ez a férfi, akinek én szerintem, és ugye én találkoztam vele, én dolgoztam vele, időt töltöttem vele, elég jól látom, hogy mi az, ami hiányzik neki, mi az, amitől ő meggyógyulhat, vagy amitől elkezdett gyógyulni, mert most már ez a visszajelzés. Szóval itt van ezzel a halom nagy dologgal, és hiányzik mind belőle, mind abból a rendszerből, amihez ő időről időre próbál fordulni, hogy ő segítsen, ő mondja meg, hogy mi van, gyógyszert ír, nem jó. Tehát hiányzik az egészből ez az egyszerű dolog, hogy hajlandó legyen odafordulni önmagához. Mióta is van ez a dolog? Mi az, ami még mindig fáj abban, ami akkor történt? Mit kellene csinálni? És amit csinálni kellene ebben az esetben, ugye az nem más, mint azt a be nem fejezett, el nem rendezett, át nem élt gyászt valahogy átélni. Nem csak nem átélni feltétlenül, de az átélés sokat segít abban, hogy el tudja kezdeni szépen lassan így elengedni ezt. És én nagyon bízom benne, hogy megbocsátják nekem, hogy ilyen gyászos témával jöttem ma elő. Ugye az egészségnapnak millió vidám aspektusa is lehet. Jó dolog boldognak lenni, nagyszerű dolog egészségesnek lenni, meg mi egyéb. De az a helyzet, hogy lehet, hogy én ugye arra az oldaláról látom ezt most, ahol a betegek vannak. És ott meg az van, nem annyira vidám. Ott az van, hogy ezekre az elemi szintű megértésekre, belső ébredésekre, fölismerésekre, és annak a módjára, hogy hogyan tudom ezt a gyászt elsimítani magamban. Mire van szükségem ahhoz, hogy el tudjon kezdődni, és aztán le tudjon folyni ez az egész, és a testem megkönnyebbüljön, és ezek a bizonytalan, ugye, hol az oldalam szúr, hol a férfiasságom, hol a mellkasomon a nyomás, hol a nem tudom, hát nyilvánvaló, hogy mindez egy elveszített, hirtelenül elveszített, nem jól meggyászolt apuka vonatkozásában elég érthető. Bármelyik tünetet külön-külön is néznénk, elemezhetnénk a szimbolikáját, hogy mit jelent, hogyan jelent, de az, az igazság, hogy ezt az egy tüskét kell onnan kihúzni. Amire én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül a terápia jó, amit én csinálok, mert nekem ez a szakmám, hogy terápia, megpróbálom olyan rövidre fogni, amennyire lehet, ez a neve, vagy ultra rövid annak, amit én csinálok. Egy vagy két alkalommal találkozom csak az emberekkel, és megpróbáljuk megérteni, hogy mi van, és kihúzni azt a fullánkot, vagy úgy eltávolítani az akadályból, azt, vagy az útból, amitől nem folyik le a folyó. És nagyon jó dolognak tartom erre a szomatodrámát, ami egy játékos fölismerése mindennek, de az az igazság, belátom, hogy millió más módja is van annak, hogy valaki megtanuljon mélyebben rezonálni saját magára. Ezt az önmagunkkal való kapcsolatot érzem a kulcsának az egészségnek, és ehhez kívánok elég kíváncsiságot, elég bátorságot, elég felfedező kedvet mindannyiunknak, mert felnőttként ezen az úton még nagyon sok új dolgot lehet tanulni. És nagyon köszönöm a figyelmüket.